A Béri Balog Ádám katolikus gimnáziumba belépve egy színes dekoráció köszöntötte a jubileumi rendezvény látogatóit. A 9 eny örményi nép pápai Zsuzsanna tanárnő vezénylete mellett az elmúlt évek, évtizedek osztályainak névsorát fűzte egy hosszú szalagra, amely egészen az iskola történeti kiállításig vezette az érdeklődőket. Az elmúlt 75 évből különféle erekjékkel, emlékekkel találkozhattak a tárlat szemlélői, de emellett sok egyéb más programot is tartogatott ez a jubileumi rendezvény. Két fontos évfordulót ünneplünk. Először is 75 éves a gimnázium, 1947-ben nyitotta meg kapuit. Másodszorban pedig 30 éves a 8 osztályos képzés, melynek első évfolyama 1992-ben indult. A mai nap az csak a központi rendezvényünk, mert igazából Béri évet hirdettünk, és már volt ezzel kapcsolatban rendezvényünk, és még az évben várható ezzel kapcsolatos rendezvény. Az kétségtelen, hogy a mai nap történnek a fő események. Délelőtt már zsúfolt programjaink voltak, 9 órakor misével kezdődött a program, 10 órakor Imre atya megáldotta az épületet, majd két kiállítást nyitottunk meg, egy festménykiállítást és egy iskolatörténeti kiállítást, illetve hirdettünk egy pályázatotól az iskola címerére, logójára, emblémájára lehetett műveket készíteni. Ennek az eredmény hirdetése történt meg. Majd volt egy nagyon érdekes kerekasztal beszélgetés, amelyet az első 8 osztályos évfolyamban végzett diákok, akik már felnőtt férfiak és hölgyek, velük beszélgetett Örményiné pápai Zsuzsanna kolléganő, egy nagyon jó hangulatú beszélgetés volt. Majd jött egy kis szünet a programban, és most pedig kezdődik gálaműsorunk, ahol főleg iskolánk tanulói és tanárai is fellépnek. Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokádnak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyad unokrának, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. A tanári kar alkalmi kórusának bevonása mellett az intézmény mostani diákjai is aktívan kapcsolódhattak a kettős ünnephez egy címer és logópályázaton keresztül. Valószínűleg a szakmai zsűri azt a döntést fogja meghozni, hogy a címerünk változatlan marad, viszont új logóként a pályagyőztes mű nagyszerűsége miatt érdemes elgondolkodni. Az intézményben folyamatosan zajlottak az osztálytalálkozók, az öreg diákok örömmel látogattak vissza az alma materba. Mai napon pedig legalább 6-7 osztálytalálkozó zajlik, jelenleg is, vagy éppen zajlott már délelőtt, vagy éppen zajlik még ezután. Az érdeklődés szerintem nagy, és nagyon örülünk neki, hogy már a délelőtt során is sok egykori bér is látogatott el az intézménybe, de ahogy itt körbenézek, úgy látom, hogy a többség a gálaműsorra, illetve az esti bára tartalékolt, és úgy látom, hogy most még többen leszünk. A rendezvényen Csibi Imre plémános tolmácsolta Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye püspökének szavait, aki egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni az intézmény jeles ünnepén. Mai nap a hálaadás csodálatos ünnepe. Hálaadás az elmúlt esztendők örömeiért, küzdelmekből való építkezésért. 75 áldozatos munkával telt év számtalan ajándékkal gazdagította az intézményetek minden egykori és mai tagját. A jubileumi rendezvény gálaműsorának megnyitóján köszöntő beszédet mondott a település polgármestere is, aki maga is ebben az intézményben töltött el 4 évet. Mint mondja, az egykori osztálytársak azóta is rendszeresen találkoznak. Régebben évente tartottunk, de utóbbi időben 5 évente tartunk. Most ez az alkalom arra is jó, hogy az 5 éves ciklus között félúton össze tudtunk jönni, és egy kicsit tudunk beszélgetni, meg tudjuk nézni a gimnázium épületét, és mindig van valami újdonság. Ide jártam 4 évet gimnáziumban, nem csak jártam, hanem azért tudással is felvérteztem magam, legalábbis igyekeztem. Komolyra is fordítva a szót, én nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek ennek a gimnáziumnak. Rengeteg mindent kaptam akkori tanáraimtól, nem csak tudást, nem csak bölcsességet, kultúrát, műveltséget, szellemiséget, rengeteg barátot, a sport és a természet szeretetét. Szóval ez a gimnázium engem elindította az igazi életfele, és hogy olyanná formált, amilyen lettem, ezt egy jelentős mértékben a Tamási Béri Balog Ádám gimnáziumnak köszönhetem. Az idő is eltelt azért,
hisz azért én már nem most érettségiztem. Szerintem tartalmában is a mai gyerekek mások, mint mi voltunk. Ez azt hiszem, hogy közhely, de ez valahol természetes. Mások azok a nevelési oktatási módszerek, amelyekkel ma a pedagógusok dolgoznak. Én nem irigylem őket a mai világban, hisz lehet, hogy olyan szakterületre vagy szakmára kell feltisztítani a pedagógusnak egy gyereket, ami ma még nem is létezik. A délutáni gála műsor megmutatta, milyen kreatívak és sokoldalúak a bérisek. Az élményekkel és érzelmekkel teli eseménydús napot egy bállal zárták, de a jubileumi eseménysorozat, a bérév folytatódik, és számos programot tartogat még a diákoknak.